fennállásának 20. évét ünnepli a Tamási Önkormányzati Tűzoltóság. Bár a települést már 1874 óta védik az önkéntes lánglovagok, a hivatásos szerv csak 2002. január 1-én alakult meg. Ekkor az alapítóvárossal együtt 9 települést védtek. Azért volt erre szükség, mert minden egyéb hivatásos szervezet messze van Tamásitól, tűzoltóegységek, ugye Dombóvár, Paks, Szekszárd, illetve Siófok, és a lakosságnak a biztonságát szerették volna ezzel növelni. Ez olyannyira sikerült, hogy a kezdeti 9 település mellé másik 11 is társult, így már összesen 20 helység lakóinak vagyonát és életét védik a Tamási önkormányzati tűzoltók. A 20 év alatt több mint 3000 eseményhez vonult tűzoltóságunk. Ugye ebben tűzeset, műszaki mentés, volt tévesjelzés is, illetve kérkezés előtt felszámolt események is. Hát nagyságrendileg olyan 100 és 200 közötti eseményszámok vannak az évek során, a 20 év alatt. Több kiemelkedő esetük is volt az elmúlt 20 évben, de az egyik legemlékezetesebb a nemrég leégett Tamási termálfürdő volt. A parancsnok azt is hozzátette, mindenképp szeretnék megünnepelni a 20 éves jubileumukat, de az esemény időpontja nagymértékben függ a fennálló járványhelyzettől.